A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, ez egy kezdőkör külön kiadás. Még nem indul újra a műsor folyam, de nem sokára már majd jönnek heti rendszerességgel a Fehérvár és a magyar sport nagy történéseit kibeszélő műsoraink, de ez most egy külön szám, ha lehet így mondani. Utoljára akkor ültünk így a stúdióban, amikor a labdarúgó Európa bajnokság még zajlott, és éppen két kiváló kollégám és barátom, Horog László és Kajzer Tamás hazatértek Németországból, ahol dolgoztak, és akkor egy ilyen tapasztalatátbeszélő kis műsort tartottunk. De aki ismeri a sport naptár és a sportvilág jellegzetességeit, tudja, hogy labdarúgó EB után szinte mindig azonnal jön egy olimpia, hiszen négy évente ugyanabban az évben rendezik ezt a hát világviszonylatban is mondhatjuk talán a két leg vagy három legnézettebb esemény közt ott lévő nagy világversenyt. Ennek megfelelően a párizsi olimpia gyakorlatilag szinte azonnal a foci EB után elkezdődött, hogy legyen mire figyelnünk a továbbiakban is. És most ért véget, sajnos kollégáim ott nem voltak jelen, nem úgy, mint a foci EB-n, de azért néztük együtt, és nagyon sokan figyelték Magyarországon is természetesen a párizsi eseményeket, úgyhogy akkor most egy kicsit megbeszéljük, hogy ki mit látott, és hogyan értékeljük ezt a szerintem egyébként csodálatos és fantasztikus olimpiát, de majd a részletekben nyilván belemegyünk. Itt van velem a stúdióban Farkas Szilárd, a Fehérvár Média Centrum szerkesztője, riportere, Mátai Balázs kollégám, szintén a Fehérvár Média Centrum és a Média 24 szerkesztője, illetve Horog László, aki pedig a nemzetközi sport ütőerén is természetesen ott tartja a kezét. Valamint a nagyvilág. Így van. Szóval belemegyünk nyilván majd mindjárt a részletekbe a magyar, meg az általános történéseket tekintve is, hogyha így egy nagy összegzést kellene adni, ti hogyan értékeltétek ezt az olimpiát. Bevallom, nekem egy kicsit visszaadta a lelkesedésemet, a hitemet. Éppen ebben a foci EB-s adásban beszéltünk róla, hogy egy olimpiát nagyon nehéz úgy élvezni, főleg ha helyszínen van az ember, hogy mindent látni, mindenhol ott lenni, tényleg olyan, mintha 50 világbajnokság zajlana egy helyszínen. De most egy kicsit egy ilyen közvetítési újdonságnak is köszönhetően itthonról is gyakorlatilag minden követhető volt, és azt hiszem, hogy hangulatában, nézőszámában, a versenyek szellemében ez nekem legalábbis visszahozott valamit a régi nagy olimpiák hangulatából, nem tudom ti, hogy voltatok ezzel. Tök jó volt szerintem, hogy párhuzamosan lehetett követni különböző csatornákon. Nem volt kedvem nézni a fő csatornán éppen zajló közvetítést, vagy nem volt magyaros aktualitása, akkor megnéztem, hogy melyiken mi, és akkor nézzük az öttusát már az elejétől kezdve. Például aznap valahogy nekem volt egy olyan érzésem, hogy lesz egy érmünk mindenképpen, minél fényesebb, annál jobb, és folyamatosan követtem az eseményeket, mert most lehetett, és ez azért nagyon fontos. Így van. Az igazság az, hogy ez egy szenzációs olimpia volt. Próbálnak belemagyarázni mindent, de én úgy gondolom, hogy a nézőszámok, tehát azok a sportágak, ha más nem a hangulata miatt megnéztem, tehát például a falmászás, hogy 4,7 másodperc alatt 30 méterre fölmennek, és 200-at dönt az aranyéremről. Tehát voltak meglepetések, amit soha nem néznék meg, de olyan atmoszférája volt, aztán például ez az úszás a Szajnán, nem biztos, hogy tökéletes ötlet volt, mert az, hogy cserélem a vizet, ahhoz még ki kéne súrolni előtte a medencét, de az biztos, hogy voltak egészen elképesztő dolgok. A nyitó ünnepség eleje az szörnyen indult, az én értékrendem szerint, mert régi vágású fiú vagyok, de aztán a végén nagyon kiegyenesedett és egészen káprázatossá vált Céline Dionnal, aztán az egyéb helyszínekkel. Ahogy mentünk az olimpia végéhez, úgy lett számomra egyre jobb minden, és nagyon élveztem. Valóban érdekes volt, mert négy olimpián vettem részt a helyszínen, az elmúlt olimpiákat már kihagytam, ez nem egy emberes műfaj, ez már televíziós történet. Tehát amikor 15 ezer kilométerre kapcsolják Tahitit, akkor azért az megoldhatatlan, mint ahogy itt is a helyszínek 4-500 kilométerek voltak a távolságok. Ezt nem lehet lefogni, de a párizsi közlekedés is olyan, abban a 10 milliós nagyvárosban, hogy nem tudsz A-ból B-be jutni, tehát ilyen szempontból ez totális tévés műfaj.
én is csak pozitívokat tudok mondani róla, hiszen ez az olimpia volt ismét az, ami ugye elhitette az emberrel, így velem is, hogy te is részese vagy, te is ott vagy, reggel felkeltél, csináltad a kis dolgaidat, akár csak ha sietni kellett mondjuk melóba, de akkor is bekapcsoltad a tévét, ment háttérbe az olimpia, és már vártad, hogy reggel legyen, és újra mondjuk megnézhessd a távfutókat, a maratoni futókat például, vagy késő este is voltak ugye még a legfontosabb versenyszámok talán, vártad, hogy hazaérje, megint csak nézted, úgy belengte, aki szereti, aki nézi, de aki nem, az is, hogyha bekapcsolta, belengte az otthont, az olimpia melege tulajdonképpen. Tehát ezt most visszaadta tényleg az olimpia, hogy a néző is olyan szinten lehetett részese, ugye a közvetítéseknek, a profi közvetítéseknek köszönhetően is, amit én is régen éreztem, ahogy te is említetted az elején. Remek volt, én is csak azt tudom mondani, és amit a Balázs mondott, hogy rengeteg platformon is lehetett nézni, ugye volt egy platforma, Max, ahova oda kapcsoltál, és ott szegregáltan tudtad nézni a bizonyos olimpiai sportágakat, és ha valami esetleg neked nem tetszett, vagy valami más jobban tetszett, lemaradtál róla, ott egyből visszanézhetted. Nagyon sok szempont felvetődött itt. Az egyik, én 2004-ben az athéni olimpián voltam először életemben helyszínen, és azóta eltelt 20 év, és ebben a 20 évben ez volt a harmadik európai olimpia, ami azért nem mellékes, hiszen amit Szilárd mond, hogy reggel 8.30-kor mondjuk ide bejöve a tévébe bekapcsolod, és azt látod, hogy Raskovszky Kristóf már vezeti a hosszú táv úszásban. Ez azért lehetséges, mert európai idő szerint rendezték, ehhez mondjuk majd Los Angelesben fel kell kelnünk hajnalban, vagy éjszakában nyúlóan kell néznünk a versenyeket. Tehát nyilván nem volt az mellékes, hogy a mi időrendünk szerint zajlott ez az egész. Ezúttal hál' Istennek idióta módon, már nekünk idióta módon nem alkalmazkodtak amerikai tévéközvetítésekhez, tehát azért nem volt reggel 7-kor úszódöntő, hogy az Egyesült Államokban is a hirdetőknek kedvezzenek. Ennyi jár nekünk is időnként, most jön majd két borzasztó távoli olimpia, ugye Los Angelesben, illetve Brisbaneben, hát ott majd megint lehet aklimatizálódni, vagy alkalmazkodni. A másik maga Párizs, nem hiszem, hogy a világnak nagyobb, fontosabb, szebb és ilyen szempontból alkalmasabb városa van egy ilyen olimpiára. Nyilván London is az volt, és az angol kultúra is a maga tökéletességében alkalmas erre, de ez a szellem, ami áthatotta itt az egyes helyszíneket, hogy mindenhol teltház volt. Nem tudtál úgy egy strandröplabdára, egy délelőtti kézilabda meccsre, egy esti falmászásra, bármire kapcsolni, hogy minimum 15 ezer ember ne lett volna, elképesztő munkát végeztek a szervezők. Tehát az egy dolog, hogy egy olimpiára persze sok turistát várnak, de ehhez Párizs kell, hogy ez tudjon is hol lakni, hogy eljusson a helyszínekre, hogy meglegyen úgy szervezve, hogy mindenhol teltház van. Hát Laci, neked is akkor van olyan emléked. Én emlékszem, Athénben kimentünk egy délelőtti magyar kézilabda meccsre, ami nekünk fontos volt, és akkor mondjuk ott volt 1000 magyar szurkoló, egy egyébként tök üres csarnokban, mert a kutyát nem érdekelte, hogy Magyarország kivel játszik épp az olimpián. Itt nem volt olyan mérkőzés, ahol ne lett volna 15 ezer ember, és aztán elvitték egy 25 ezer stadionba a kézilabdát, ami olyan vállalás, hogy azt mondod, hogy ha ez nem jön be, akkor azért nagyon kellemetlen, de hát tombolás volt és őrjöngés. Tehát valamit nagyon tudtak a franciák, akiket pedig nem úgy ismerjük, hogy így a precizitásuk vagy a tökéletes munkavégzésükről, de szerintem ezt egészen nagyszerűen megoldották. És minden csarnokban és stadionban hallhattuk a Marseille ezt legalább egyszer, még ha nem volt francia érdekeltség, akkor is rágyújtottak. Szóval ez a nemzeti öntudat, ami a franciákban benne van, és tudják magukat spanolni, ez tényleg óriási. És te is egy kicsit ugye úgymond franciának érezted magad, igen, mert olyan szinten mutatták az összes helyszínt, mintha egy turisztikai magazinban is lettél volna, tehát magadénak érezted a várost is, a helyszíneket hát is. Hát ez, hogy az ikonikus, legnagyobb, legcsodálatosabb párizsi helyszíneket nem csak turisztikai háttérként, hanem konkrétan versenyhelyszínként, egy Grand Palais-t, egy Eiffel-tornyot, egy Marsmezőt, a Szajnát, a hidakat, mindent bevontak, Versailles-ban lovagoltak, tehát olyan elképesztő, és nem csak az öttusa lovaglás, mert ott előtte az a militári, nem tudom, azt néztétek-e, hogy milyen volt annak a tereplovaglás része, hogy az ember így tátott szájjal bámulta, hogy így lehet versenyt rendezni. Igen, és elhitették veled, hogy bár ez egy nagyon fontos esemény, de esetleg akinek még nem annyira fontos, az is elhitt, hogy fontos, hiszen ahogy mondtuk, teltház volt mindenhol, tele voltak az utcák, és nekem egy mondat ragadt meg a fülembe, amikor a női vagy a férfi maraton futásnál azt mondta a kommentátor, hogy hát azért még nem indult be annyira az élet Párizsba, nyilván a nagy lezárások miatt is, de azt láttuk, hogy ott a futópálya hosszán végig egész Párizson tömegek álltak és buzdították a szurkolókat, úgyhogy előbb indult be az élet, hiszen amikor én indult a maraton reggel, kora reggel, akkor már mindenki ott állt az utcákon, akit érdekelt ez a sportág személyesen.
Igen, valóban volt olyan érzés, hogy a trokadéron eszed a bagettet és a croissant, kis pezsgővel majd utána mész, nézel egy kis sporteseményt. Ez biztos, hogy óriásit változott a világ. Tehát Pekingbe például a vízilabdán eladták a kínaiaknak az összesét, és a kínai csapat előttünk játszott. Miután eladtak és napi jegyeket osztottak, a kínaiak elmentek haza, a magyarok nem tudtak bejönni. Akkor eltolták a korlátokat, a biztonságisokat. Schmidt Pál írt egy levelet, hogy nagyon szépen kér mindenkit, mert kizárnak bennünket az olimpiáról. Tehát akkor az volt a szlogán, hogy nincs a jegyünk, mégis jövünk. Kis pici, kis ugribugri kínaiakat mindenki eltolta a megtermett magyar vitézek. De az biztos, hogy nagyon furcsa volt, és itt éreztem azt, hogy valóban üzleti alapon is lehet nagyon jó olimpiát szervezni. Gondolom, nagyon drága volt a biztonsági előírások miatt. Néhány hete Balatonon találkoztam Szabó Bencével. 20 olimpiai aranyat láttam a helyszínen, ő volt az első 92-ben Barcelonában, és ő azt mondta, hogy elképesztő lesz, és mondja, hogy 150 euró lesz a Grand Palais-ba egy a vívással. És mondom, ezek tök hülyék, mert nem 60 ezer forintért vívást nézel a tetőről. Azt mondja, hogy ki fogják fizetni, minden jegyet eladtak, és mindenhova eladtak már minden jegyet. Tehát valamit nagyon jól csináltak. Mondom, voltak számomra furcsa dolgok, az a francia közízlésből fakadhatott, de összességében valami egészen elképesztő és félelmetesen nagyszerű játékokat szerveztek. Hát nyilván annak is szerepe volt ebben az óriási érdeklődésben, hogy azért a francia sport iszonyatosan erős, minden számban voltak olyan válogatottjaik, versenyzőik, akik miatt kiment 10 000 ember is ordította a Marseillaise-t valóban, meg szurkolt. Gyakorlatilag legenda lesz abból, hogy a vívásban asszók nem tudtak elindulni, vagy pillanatnyi akciók, mert akkora őrjöngés volt a másik pás mögött, hogy nem hallották a bíró vezényszavát. Amire ugye mondta Nemcsik Zsolt, a szakkommentátor, hogy hát így nem lehet kardvívást csinálni, hogy nem is hallod. Ugyanakkor meg kívülről nézve valami egészen káprázatos atmoszférát adott az egésznek. Na jó, hát tényleg nagyon sok része van, amiben belemehetünk, és mindjárt rátérünk akkor a magyar sport értékelésére. Azért egy mondatot a megnyitóról én már Laci említette, és tudom, hogy ez egy olyan sarokpontja volt rögtön ott az elején, ami miatt sokan azonnal idegenkedni, meg idegeskedni, meg kritikát megfogalmazni kezdtek. Bevallom, én ennyire nagyszerű megnyitót még nem láttam olimpián. Tehát maga az az ötlet, hogy kivitték a stadionból, voltam én is olimpiai megnyitón, egyébként például Athénben, ahol az egész ókori olimpia szellemé visszajött, az amiatt volt felemelő, vagy Pekingben, ahol a falon futott az ember, nem hitted el. De az, hogy magát a város, magát Párizs tették meg főszereplővé a megszámlálhatatlan ikonikus épületével, kulturális intézményével, élményével, hát, hogy volt benne egy olyan rész, ami bizonyos érthető érzékenységeket sér, de én meg ezzel úgy vagyok, hogy ha engem nem zavar, akkor csak azt várom, hogy fogadja el valaki, hogy engem nem zavar. Én elfogadom, hogy más zavarja, elfogadom, hogy másnak az érzékenységét bántja, de ez egy olimpia, egy össznépi, a világ egészének legfontosabb sporteseménye. Férjen bele, de ha te nem így gondolod, ne férjen a te ízlésed szerint. Csak egymást ne kezdjük el amiatt ekézni, hogy most kinek tetszett, meg kinek nem. Valóban ott Céline Dionnál meg hát tényleg a könnyem is kicsordult, tehát ez egy olyan betetőzése volt az egésznek, és a hőlégballonon fölemelkedő olimpiai láng, amit elképzelni nem tudtam, hogy ezt így lehet ragozni, ezt az egyébként mindig emelkedett pillanatot. Meg lehetett csinálni. Igen? Csak fiatalabb, jogán nyugodtan. Köszönöm szépen, csak az te vagy volt, a szerkesztője. Az volt nekem csak a fura az egészben, hogy mindenki úgy csinált, de tényleg mindenki, de nyilván a közvéleménytől jött vissza leginkább, mintha ez a megnyitó, ez mindenkinek meglepetés lett volna, még a rendezőknek is, ami nyilván nem így van. Hát ugye megkérdezték a művészeti vezetőt bizonyos dolgokról, és hát a művészeti vezető az egy bizonyos beállítottság úriember. Mire számítottak? Nyilván pontosan tudták, mivel, tehát ez pontosan meg volt tervezve, pontosan meg volt szervezve, talán még másodperccel is le volt bontva. A rendezők, a szervezők pontosan tudták, hogy mit fognak látni. Nyilvánvalóan még egy próba is volt, akármilyen körülmények között. Úgyhogy ez csak nekünk volt meglepő, a nézőknek, de a szervezőknek, a rendezőknek, annak, aki kitalálta nyilvánvalóan, és a szereplőknek nem. Így van. Egyébként megnyitó, én közvetítettem záró ünnepséget olimpiáról, nem megnyitó. De mindig emlékszem rá. Biztos, igen. Tehát ez televíziósan egyébként úgy néz ki, hogy maguk a kommentátorok egy vagy két órával az esemény előtt kapják meg azt a részletes forgatókönyvet, amiben minden le van írva, nem csak az, hogy mi következik, hanem hogy az abban szereplő emberről vagy csoportról mit kell tudni. Nincs sok idő rá egyébként felkészülni, legalábbis régen így volt, nem tudom most hogy van. Tehát nem könnyű ez kommentátori feladatnak. Másrészt olyan szempontból meg igen, hogy a látvány elviszi az egészet, tehát hogyha
ezen a bizonyos platformon ugye úgy is lehetett nézni az egész olimpiát, hogy nem hallgatták kommentátort, akkor is tudtad élvezni. De hát persze voltak bakik nyilván, mert Tahiti nem Haiti, és a többi, tehát voltak ilyen nyilván majd legendává nemesülő elszólások, ezzel együtt szerintem semmit nem vett el az egésznek a nagyszerűségéből. Parádés volt egyébként összességében ez a megnyitó, látványos, tényleg egyedi, egy kicsit túltolták a szivárványt, mint ahogy kellett volna, persze tényleg kiki ízlése, meg hovatartozása, meg egyéb elfogadó képessége alapján ítélje ezt meg, de az biztos, hogy ha ennél sokkal tropább lett volna az egész meghívó, vagy megnyitó, és csak a végén azt látom, amit Celine Dion csinált, akinél még az is csoda volt, hogy a mikrofont el fogja tudni végig bírni és énekelni. Amit ő ott művelt elvileg nagyon beteg emberként, ez valami parádé. Tehát a hangot, a tehetséget, azt nem lehet másképpen csak. És így. Még az eső is esett, ugye, jó nagy eső volt. Olyan párizsi eső is művészi hangulatot, nem senki nem zavartatta. Föl voltak készülve, tehát olyan volt, mintha pont azokra a műsor részekre, amiket közvetítettek az adott pillanatokban, pontosan tudták, hogy ott olyan fedések vannak, hogy amikor ha esik az eső, akkor se esik. Meg nem csúszkáltak érdeknek. Azt tűnt fel, hogy a táncosok szaltoztak, ugráltak jobbra-balra, és nem csúszott el senki az olga esőben. Hát. Megjött Lady Gaga, mondom, rendben van, és utána mondom Dion, és a végén egyre csodálatosabbá vált, és végén olyan hétköznapi módon azt hittem, hogy a torony tetején gyullad meg a láng, de aztán elhesegettem gondolatot, hogy ez túl hétköznapi lenne, de erre a léghajóra nem gondoltam. Illetőleg, ahogy pörögtek az események, próbáltam meríteni, nem szeretem a vígjátékokat, mert bugyotának tartom őket, de a Asterix az olimpián, az egy szenzációs film. Reaktiválták az akkor már 8 éves Alain Delon, mint császár, tehát elképesztő poénok. És ott jöttek be a sportolók a legvégén, és jött Zidane, jön Moresmo, Marie-José Perec, és gondoltam, hogy ki fog meggyújtani a lángot, aztán felbukkant Nadal, és aztán nem nagyon tudtam lekövetni végül is, de hihetetlen volt a legvége. Tehát az árás az oly mértékű katartis. Az is egy csodálatos újítás volt szerintem, ha már a sportolókat említett, hogy mindig megszoktuk, hogy az adott ország nagy sportolói jönnek, nyilván a franciák ebből is választhattak volna 1000 közül, de az, hogy nem csak a franciákat, hanem a Párizshoz, vagy az olimpiához, az olimpiai eszméhez kötődő sportolókat hoztak, a Nadal, aki a Roland Garros örökös királya, vagy Comaneci, aki annak idején az olimpiák történetének első tökéletes torna mutatványát, vagy torna gyakorlatát mutatta be. Tehát, hogy olyanokat is hívtak, akik az egész olimpiát jelképezik, nem csak Franciaországot. És hát aztán lezárva ezt a megnyitott, ugye a záron pedig láttuk, hogy mennyiben lesz más majd a Los Angeles-i, mert ez az európai kultúra, a párizsi kultúra, a mi kultúrkörünknek a szelleme lenk, tehát ezt az egész olimpiát. Na, ott meg megkaptuk, hogy mi lesz majd Los Angeles-ben, ahol szerintem egyébként a megnyitón Amerika kapitánya vasemberrel fog majd a levegőben csatázni, és valahol nem tudom, hogy Thanos feje fölött gyújtják meg a lángot, körülbelül erre vagyok felkészülve, azok után, hogy Tom Cruise lejött a stadion tetejéről, és elvitte ejtőernyővel az olimpiai lobogót a Hollywood felirathoz. Még Darth Vader is belefér. Biztos, hogy minden. Annál is inkább, azért szerintem az amcsik most úgy vannak vele, hogy föladták ezek a piszok franciák a leckét, és ezt azért nehéz lesz megugrani, ezt a lécet, ezt a szintet. Szerintem megrendezik, meg lesz az a rendben. Mondom, egészen katartikus volt, de a 2012 Londonban, amikor Erzsébet királynő kiugrik a repülőről, és James Daniel Bond. Craig, Daniel Craig 007-es hozza a lángot, és ott... Vagy Mr. Bean beletették a tűzszekerek ikonikus filmjébe, ott a tengerparton futó Vangelis zenével, az tényleg, azért mondom, hogy ott az angol humor, az angol kultúra ugyanúgy benne volt, és ez nyilván nekünk európaiaknak azért közelebb van, mint a mondjuk a peking, ami tényleg szintén lélegzetállító volt, csak nem ismerjük azt a kultúrköt annyira, hogy mindent be tudjunk azonosítani. Olyan érzéseim voltak, hogy ilyen nagy nemzeteknek kell azért ezt megrendezni. Tehát a görögök nem kapták meg a centenáriumi olimpiát, elvitte az Egyesült Államok, megkapták 2004-et, megcsinálták szépen, bár last minute olimpia volt, mert mentünk a nyitó ünnepségre, és akkor betonozták még a metró lejárót, meg tették le a járólapokat. Tehát voltak ott furcsaságok, és anyagilag az az ország ez nem bírta el. Tehát a későbbi problémák jelentős része abból fakadt. A francia elbírja. A Kína, annyian vannak 1,5 milliárdan, azokat a sportétesítményeket használják. De például ezen gondolkodtam én is, hogy tegyük fel, mi megrendezzük. Mit csinálunk egy vadvízi evezős pályával, és azért ezt az olimpiát mi önmagunk nem tudjuk megrendezni a vízi versenyek miatt. Tehát elvitték Tahitire, elvitték az óceán partjára,
mi majd a horvátokkal fogunk egyezkedni ezügyben, ha egyszer valaha ez megvalósulna, mert evezést megcsináljuk a Matyéren Szegeden, de a Velencei tó, a Fertőtó és a Balaton azért vitorlás versenyekre ezen a szinten nem alkalmas. De legalább a Szajnánál tisztában vize, úgyhogy... Felvetődnek azért itt kérdések, de az biztos, hogy a hitemet kicsit visszahozta az olimpiában ez a rendezvény. Hát az, hogy Budapest akar-e meg milyen olimpiát rendezni, azért elhangzottak itt elég fellengzős kijelentések, ezt most ebben a műsorban nem fogjuk tárgyalni, mert most a párizsi olimpia témánk, és akkor térjünk át a magyar szereplésre. Hogyha az elején azt kértem, hogy az őszbenyomásotokról beszéltek az olimpián, akkor most ugyanezt kérem a magyar szereplés kapcsán, ami gyakorlatilag majdnem dekára megegyezett a Tokióival. Ugye egy bronzérem különbség van, egyel kevesebb bronzérem jutott most Párizsban, mint 3 éve Tokióban. Ez a 6 arany, 7 ezüst, 6 bronz szerintetek hol jelöli ki a mi a helyünket? Reális-e? Többet vártatok-e esetleg, vagy kevesebbet? Szerintem teljesen reális, főleg ahogy kezdtünk. Mert én úgy gondoltam, hogy hát Szilágyi Áron, mekkora nagy dolog lenne behúznál 4-et. Hát rögtön első nap jött az arcúcsapás, ugyan rögtön az első. Balkecske felugrált a pástra, és levágta a bajnokunkat. Azonnal az első meccsen kikapott, bár utána azért csapatban kompenzáltak, igaz, csak idezőben csak egy ezüsttel. De ugye a 4. nap környékén már elkezdtem aggódni, hogy lesz-e egyáltalán aranyunk? Tehát ki lesz az esélyesek közül? Mert azt azért tudtam, hogy Milák hiába készült kevesebbet, bár nem voltunk ott, nem tudjuk, hogy egyébként valójában a háttérben mennyit dolgozott, mennyit készült. Mondta ő, mondták mások, hogy ennyit, annyit, amannyit. Kapitány folyamatosan nyilatkozta, hogy hát így nem lehet oda menni egy olimpiára, ez kevés lesz. De abban én biztos voltam, hogy ő fog hozni nekünk érmet és egy aranyat legalább. Igaz, nem arra számítottam, hogy a 100-on, hanem inkább 200-on, bár utólag érthető, hiszen a hosszabbik távhoz nem volt meg az a kerülő ereje már az utolsó 15 méteren, vagy állóképessége, ez látszott. De tényleg kezdtem aggódni, hogy mi lesz, és amikor Kós Hubert behúzta ezt az első aranyat, akkor úgy éreztem magam, mintha ez a 10. lett volna, ötödik katarzis. Igen, 5. napon. Megnyitótól nézzük, igen. Hát azért erről eszembe jut Lassi is, mert hogy erősíteni, amikor Pekingben voltunk, és 10 000 kilométerre Magyarországtól dolgozol egy kínai olimpián, úgyhogy adott esetben benn vagy egy sajtóközpontban, tehát nincs semmiféle közvetlen kapcsolatod, és ezen a távolságon át éreztük, hogy milyen iszonyat nyomás kezd lenni mindenkin, még rajtunk média munkásokon is, hogy Magyarországon már nagyon várják az aranyat, és a 10. vagy 11. utolsó napon... Utolsó 5. nap nyert Vajda Attila először. Vajda Attila, a tesóm közvetítette, úgyhogy nekem duplán emlékezetes, de hogy még mi is kaptuk a visszajelzéseket itthonról, hogy a francba van ez, hát mit képzelünk, meg hát mit képzelnek a sportolók, hogyha nincs magyar arany Pekingben. Azonnal intézkedjetek. Laci kétszer megjárta a Budapest Pekinget, mire lett egy magyar arany, mert egyszer haza kellett jönni a jegye miatt. Ez életem legviccesebb sztori egyébként, legnagyobb hőstet. 10 óra repülés, Laci kiment Pekingbe, ott volt egy darabig, visszajött, ült a tranzitban 10 óra repülés után Ferihegyen, majd visszarepült Pekingbe. Igen, szóval, hogy nagyon-nagyon sokat kellett várni arra, és itt is kezdett kicsit az lenni tényleg, hogy most azt nem akarom minősíteni, hogy magyar sportlap azzal a címmel jelenhet meg, hogy még mindig hiába várunk az aranyra, miközben éppen azon a napon egyébként 2 ezüstérem született. Hát nyilván ezt minősítsék a sportolók, de valahogy még mindig itt tartunk, igen, hogy aranyérmekbe gondolkozunk, és valószínűleg ez is helyez azért jó kis nyomást a sportolóinkra. Én azt éreztem, vagy azt láttam, most egy picit próbálok ismét csak laikus lenni, hogy a csapatsportokon az ember már ugyanúgy felhúzta magát, szerintem Zoli, te is néha ugye posztoltál is róla, és az egyéni sportoknál viszont egy kicsit, mintha engedékenyebb lett volna a hangulat, ott, hogy mondjam, ott nem volt baj, hogy ha nem jut döntőbe, vagy az első, második helyre, ott az érmes helyezés nagyon megfelel, a jó szereplés nagyon megfelel, de ezt a csapatsportoknak talán ez a végjátéka is, akár csak a kézilabdásokra gondolhatunk, vagy a vízilabdásokra, az is ma olyan idegesítő volt egyszerűen nézni, hogy az borzasztó. Erre mondják ugye azt, hogy sokan nézik úgy az olimpiát, hogy olyan sportokon izgulsz, meg ugrálsz, meg húzod fel magad, meg idegeskedsz, amit alapjáraton oda se kapcsolnál, meg se nézni, nem is követnéd, ki se keresnéd az újságba, vagy akárhol most már inkább az interneten, hogy mikor lesz. Így van, és valóban érezni lehetett ezt a nyomást, aztán ugye ezt Kós Hubert törte meg, és akkor, hogyha ezt, vagy erről beszélünk, akkor nyilván Milákról is kell, akiről Balázs már említett néhány szót. Ez megint egy külön jelenség, ennek az olimpiának voltak nagy témái. Miután a megnyitó végre lecsengett, akkor lehetett ezen kezdeni derpegni, hogy mikor lesz magyar arany. Amikor végre meglett az érem, akkor, hogy hol edzett, miért nem beszél, mit csinál.
Laci, te különösen érzékeny vagy azokra a sportolókra, akik nem állnak szóba a sajtóval. Ezt azért tudom az élet más sportágaiból, meg területeiről is. Te hogyan élted meg ezt a Milák jelenséget? Ő úgy beszél, hogy úszik, tehát tulajdonképpen nagyon furcsának találtam, ugyanazt azt a fiút nem bántotta senki. Most visszamehetünk 30 évet az időben, Darnyi Tamás ugyanezt csinálta, de vele történt valami. Tehát ő kért egy fotóst, hogy ne fényképezzék abból a szögből, ahol gyerekként megdobták egy hógolyóval, és megsérült a szeme. Ezt nem tartották be, és aztán ő egyre inkább eszkalálódott, és eltávolodott tőlünk. Aztán miután abba hagyta a sportot, már hajlandó beszélgetni velem is, a Margit szigeten másokkal is. Tehát a Milák kapcsán érdekes volt, hogy őt semki nem bántotta, de történt valami az életében, sokak szerint. Családi tragédia, nem beszél róla. De az nem az volt a furcsa, hogy velünk nem áll szóba, nem áll szóba a szövetségi kapitánnyal, nem áll szóba a klub edzőjével, szóba áll a klub egyesületi elnökével, a Gergely Istvánnal, és a sportállamtitkára, a Schmidt Ádámmal. Az egy nagyon furcsa jelenség. Az más kérdés, hogy ez a fiú tud valamit, tehát zseni, és biztos, hogy edzett. Itt már elhangzott az, hogy az Egyesült Államokban készült, amiről nem tudott senki. Egész biztos, hogy komoly szakember dolgozott vele, mert ezt saját kútfőből önállóan nem lehet megcsinálni. Most kicsit számomra meglepő módon nem nyilatkozott, de oda ment a mikrofonhoz, autogramot osztott, kedves volt mindenkivel. Talán megtöri majd a csendet, de az biztos, hogy azzal a fiúval történt valami a pszichéjével, hogy egyik pillanatra másikra elfordult mindenkitől. De szerintem sportolói nagyságát bizonyítva elképesztő eredmény. Azok után, hogy világbajnok, olimpiai bajnok, Phelps világcsúcsának megdöntője lett 21-22 évesen, szerintem ami alapvetően történt vele, az egy kiégés volt, amit nem lehet nem megérteni. Nyilvánvaló, hogy amikor mondjuk egy évvel vagy két évvel az olimpia előtt jön egy olyan hír, hogy Milák Kristóf nem jár le edzeni, nem vesz részt a bajnokságon, akkor azt mondom én is, hogy hát én ezt tökéletesen tudok ezzel azonosulni. Tehát valaki, aki elért a csúcsra, aki elérte a kitűzött célt, írdatlan munkát beletett, és kicsit élni is szeret, tehát miért ne? Sokkal érdekesebb volt, és ez sem Milákot minősíti, az, hogy mondjuk Sós Csaba, vagy az úszószövetség vezetői, vagy a magyar úszás potentátjainak fogalmuk sincs, hogy mit csinál Milák, és akkor elkezdenek arról nyilatkozgatni, hogy hát a világ csodája lenne, ha az olimpián ilyen állapotban, ilyen versenyfelkészüléssel ő bármit elérne, akkor ki lehet dobni a könyveket, mondja ezt ugye a szövetségkapitány. És én nem gondolom, hogy neki feltétlenül tudnia kell, hogy kivel edz Milák Kristóf, de az, hogy milyen állapotban van, vagy hogy ő valóban készül az olimpiára, itt azért itt nagyon érdekes viszonyok lehetnek, hogyha erről mondjuk a magyar úszó válogatott szövetség kapitánya olyan szinten nincs fogalma, hogy azt mondja, hogy hát felejtsük el Milákot és az olimpiát, mert konkrétan ez is elhangzott. Mert nem tud, és ez a Milák felelőssége, hogy megteheti, megmeri tenni azt, hogy nem tájékoztat senkit semmiről, két különleges embert, akitől a fizetést kapja, nyilvánvalóan, de az biztos, hogy mondom, elképesztő zseni ez az ember, és kíváncsi leszek a folytatásra. Tehát olyan érzéseim voltak az elmúlt két évben, tehát, hogy őnek ez nincs kedve, ezt már nem akarja, de mégis megcsináltam. Itt jön majd a következő néhány momentum, hogy hajlandó-e nyilatkozni, elmondja, mi történt vele, elmondja, hogy készül, és beszélje arról, hogy gondolja a folytatást. Én nem hiszem, hogy ki fog állni a nyilvánosság elé, de még ez se kizárható. Én azt sem vetném el, hogy bármilyen szemszögből tényleg családi tragédia, bármi történt vele. Szóval egyet szögezzünk le, Milák Kristóf egy világklasszis úszó, és nekünk szurkolóknak, nézőknek, újságíróknak az a legfontosabb, hogy pozitívumokat hozzon, és megint meghozta. Egy ezüst, egy arany, hogy mennyit készült mögötte, nem tudom. Én Dániel Bandival ugye beszéltem közben, és írtam is az FMC-n egy rövid cikket erről, hogy pont a Milák második döntője előtt egy nappal, hogy látja ezt a dolgot, és ő azt mondta, hogy ő abban látja a jövőt, hogy a Milák ...nak is előbb-utóbb arra az útra kell lépni, mint a Coach Hubernek, hogy el kell menni egy amerikai edzőhöz, mert ugye jobban van Bob Bowmannel, ugye Phelpsnek az edzője, meg Marshané, meg a, nem tudom, több mint 50 olimpiai aranyat nyertek már a versenyzői, és elmondta a Bandi, hogy igen, tehát szerintem is hosszú távon az lesz a dolog lényege, hogy itt lassan már nincs edző, akivel együtt tud dolgozni a Milák Kristóf. Hát ha fog még neki is az amerikai, ez jó lenne. Úgyhogy még visszatérve nem elvetendő dolog, amit még a jelenségre visszatérve, hogy mindenki gondol valamit az egészről. És volt olyan újságíró kollega, aki végig azt szajkozta, hogy igen, ne beszéljen velünk, mert megteheti, és volt ilyen, hogy na, most károgok nektek, kuss. És én akkor jeleztem neki, hogy ez azért nem jó megközelítés, mert
Milák Kristófnak az a dolga, illetvételszerűen úszik, ebből él nagyon jól. Mi is szeretnénk a munkákat végezni, nekünk az a munkánk, hogy megkérdezzük. Csak ez a két dolog nem találkozott, de úgy gondoltam, hogy nem a mi hibánkból. Bocsánat, még annyi, hogy szerintem nagyon kellett volna, ha most a újságíró társadalom nevében beszélek, egy kicsit vigyázni arra, hogy mit kommunikálunk. Tehát nem biztos, hogy egyáltalán kommunikálni kellett volna, az viszont biztos, hogy nem negatív dolgokat kellett volna kommunikálni. De ha már negatív dolgokat kommunikálunk, akkor próbáljuk meg pozitívra fordítani, hiszen a negatív reklám is reklám, ahogy mondják, és talán ezért is sokkal többen voltak kíváncsiak ugye Milák Kristófra, nem csak arra, hogy fog-e nyilatkozni majd a versenyek után, hanem azzal kapcsolatban is, hogy az írottak ellenére is, vagy mellett milyen állapotban lesz, és milyen színű érmekkel fog zárni. Hát igen, amit Laci mondott, arra annyiban rácsatlakoznék a nyilatkozásról, meg arról, hogy volt Vladár Sándornak egy ilyen hát eléggé nagy vihart kavart nyilatkozat, hogy Milák tartozik az országnak, ez még ugye bőven az olimpia előtt volt. Amire aztán persze én magam is az első reakcióm az volt, hogy menjen a fenébe, nekem nem biztos, hogy nem tartozik semmivel. Ő nyert már olimpiát, büszkék voltunk rá, könnyeztünk a dobogó tetején állva. De ugyanakkor az is egy érdekes felvetés, és ezt is hallottam, hogy azért ezek a sportolók, Milákot is beleértve, most már olyan egészen kivételezett környezetben és körülmények között élhetnek és dolgozhatnak, amire mondjuk a régi sportolók nem is álmodhattak. Ez azért van, mert az állam irdatlan pénzt költ az élsportra, és arra, hogy ők egyrészt nagyon jól keressenek, másrészt mindent megkapjanak, maximális feltételek között tudjanak készülni. Az a pénz pedig azért a mi pénzünk is. Tehát ami ezer milliárdok elmennek sportra, és például Milák Kristóf felkészülésére, az azért az adófizetők pénze is. Tehát, hogyha nem is tartozik, de mondjuk azt várni, hogy ő egy kötelező sajtótájékoztató megjelenjen, és azt mondja a magyar emberek érdeklődése közepette, hogy ez és ez van, ez szerintem azért beleférne. Mert azért ez az ország, és így közvetve mi is, azért sokkal járulunk ahhoz hozzá, hogy ő mondjuk ezt a munkát el tudja végezni. Tehát mondjuk ilyen szempontból talán szerencsésebb lett volna, hogyha ő nem a magányos hőst játsza, hanem tényleg legalább két teljesen sablonos mondatot elmond arról, hogy mit gondol egy ilyen győztes döntő hát után. Rendkívül kockázatos volt a viselkedés, az biztos, mert ha nem nyert volna aranyat, szanaszéjjel szedik szerintem. Hát az ezüstjével sem. Igen, nagyon érdekes volt, igen, az ezüsttéremnél azt emlegették, hogy nyilván itt a hangulatkert is közepette, hogy elmaradt a legjobbjától. Minden idők 8. legjobb eredményét úszta egyébként a 200 pillangón, vagy 9-et, tehát még így is abszolút világszínvonalú időt úszott. Hát Leon Marchand jelenleg egy olyan UFO, mint Michael Phelps volt annak idején. Őt nem lehetett abban a számban megverni, ennyi történt. Na jó, hát nyilván Milák az egy hatoda ugye az aranyainknak, és már nincs is annyira időnk, hogy mindenkiről külön beszéljünk. Egy rövid kitérőt szeretnék arra tenni, hogy gondolom nektek is azért a tekvandó úszott be az teljesen váratlanul, és a surranó pályáról a érdeklődés homlok terébe. Most nagyon őszintén, ti mit tudtatok erről a kis Viviánáról, mielőtt elkezdődött az olimpia? Tulajdonképpen semmit, mert egyáltalán a tékvandot nem nagyon figyeljük. Viszont úgy utólag azért tudjuk már, hogy utólag már mindent tudunk. Tehát azért nem, meg a testvére is világklasszis és a többi, de azt a magabiztosságot, ahogy ő végigment ezen a mezőnyön, és ellentmondás nem túlően lepofozott mindenkit, az valami csodálatos. Igen. Mindig bejön a meglepetés, így kutakodtam az olimpiai emlékeim közül, 7 éves voltam, és első kocka, ami nekem megmarad, Montreal, fekete-fehér TV, Németh Miklós, 94-32, Gerej száll, majdnem kilép a stadionból. 4 évvel később vagyok 11 éves gyerek, Balatonon ülök, és jön az unokabátyám, és mondja, hogy Varga Károly, kisebbi sportpuska, 60 lövés fekvő, 599 kör, úgy, hogy soha nem ölt 595-nél többet. És őt se ismerte előtte senki. Azt se tudtuk, hogy a világon van. Igen. 92, Kovács Antal reggel 7-kor fölkel, este 11-kor olimpiai bajnok, 19 éves, ő is leginkább meglepődött Repka Attilát, lehetett tudni, hogy a háromszoros RB győztes volt előzőleg, de ugyanez a meglepetés faktor mindig azért érkezhet, és mondom, Viviana kapcsán megjött a semmiből, de minden olimpiának megvan az a fajta meglepetés embere. Én kérdezték, hogy mit várok, én mondom 6-6-6, majdnem sikerült is, de tényleg fogalmunk nem volt arról, hogy ez a lány a világon van, ez a lány Tenerife-n született, Madridba él a világ legjobb edzőjével, és mondom, ez a sportág, ez nem volt az érdeklődés homlokterében, de most egy darabig majd véletlenül lesz.
Azt akartam kérdezni, hányan mennek le most tekvandózni majd? Hát ugye a VHS korszakból azért megvolt a bizonyos ja, Erik Roberts-es karatés filmekben, ugye, amikor az amerikai válogatott és a dél-koreai válogatott, akik ugye összecsaptak karatéba, de azért tékvándósok is voltak köztük, tehát ez a, nem is tudom, ki mondta, de nagyon jó a tékvándó az, amikor így pörgőből rugdalóznak, tulajdonképpen igen. Én azért láttam, mert szeretem a küzdősportot, a szabályokat én sem értem, ismerem annyira, de azt tudtam, hogy sisak mellény, és akkor udaloznak pörgőből. Viszont én se kapcsolok oda máskor. Igen, és nyilván egy egészen más kommunikációról beszélünk az ő esetében, mint például Világh Kristóf, hiszen egy tényleg egy ilyen Z-generációs 18 éves kislány, aki az egész világot a keblére ölelte, óriási táncot lejtett, olimpiai nagy kedvence lett azzal, ahogy ezt az egészet megélte. Hát ha valaki, akkor ő aztán magas volt, hogy mindenféle elvárásra, meg nyomásra, vagy legalábbis tökéletesen tudta kezelni. Ellentétben ugye nagyon sok sportoló elmondja, hogy tényleg meglátják az öt karikát, és már érzik, hogy itt mekkora a nyomás. És hát ugye a végén jöttek a programnak, mindig a végén jönnek a kajakosok, akik ezúttal 1976 óta először, most azokat az olimpiákat értve, amin ott voltunk, ugye nem hoztak aranyérmet. Ugyanakkor több, mint az egyharmadát az összmagyar éremnek, így is a kajakkenu szállította, kicsit kihasználva azt is, hogy most már lehet ugye két egységünk egy számban, ugyanakkor például a 200-at meg, amiben legutóbb aranyérmünk volt, kivették, tehát kaptunk is, adtunk is. Hát Laci, neked is a kajakkal is ugye rengeteg régi tapasztalatod van, nagyon jóba is voltál kajakosokkal. Nem tudom, hogy meg lehet-e, vagy fel lehet-e ezt róni, hogy nincs arany. Egyszerűen azt látjuk, hogy ebben a sportágban is már olyan iszonyatosan kiegyenlített, és a világ egészét lefedő mezőny van. Ez régen ilyen jó duma volt, hogy mert öt országba kajakoznak, már akkor se volt igaz, most aztán végképp nem. Talán az igazi nagy extra klasszis, amilyen egy Kovács Kati volt, amilyen egy Vereckei Ákos kajak királyként volt, vagy bár és például... És mégsem nyertek egyéni olimpiára nyérmet. Vagy Wichmann Tamás, mondhatjuk, aki egy olimpián rogyott össze az iszonyat súly alatt, miközben egyértelműen ő volt a kenu király. Tehát voltak kiemelkedő klasszisaink, most talán ez nincs a nemzetközi mezőny viszonylatában. Tehát mondjuk Carrington szintű klasszisunk nekünk nincs, de azért ez a hét érem, ez így is egészen elképesztő teljesítmény. Én biztos vettem, hogy Csipes Tamara aranyat fog nyerni, mert világcsúcsot kajakozott nyilván nem hivatalos körülmények között, nem tudom milyen stopperrel, de aztán Carrington látszott, hogy verhetetlen. Tehát, annyira szépen kajakozik. Nem tudom, én nem értek, de ahogy lassít, hogy mintha nem is erről kapdett. Ahogy Birgit Fischer kajakozott annak idején, mert hát nyilván Kovács Kati, aztán Janics Natasa, Kozák Danuta elképesztő klasszis volt, de hát elhasználódott, most már nem tudott kijutni. De az biztos, hogy elképesztően nagy most már a mezőny kajakkenuban is, és ez egy nagyon szép eredmény, és itt az olimpia kapcsán gondolkodtam azon, például az öttusháza Bőm Csaba kapcsán, én biztos se vettem, mindent megnyer az a fiú, és az a 15 ezer néző azt, őt biztosan nyomasztotta, mint ahogy Vivianát nem nyomasztotta 18 évesen, odaállt, és egy verseny a sok közül, és megoldott. Hát Gulyás Michel sem, aki pedig hát kihegyezték a franciák, hogy majd az utolsó napon szerintem Kluver révén a Versailles kastély előtt egy francia fogja csúcsra vinni az olimpiát. Ott például Elodi előtte magát, ott például őt nyomasztotta az a 15 ezer ember, és ugyanaz, ahogy az elődöntőben, a döntőben is gyakorlatilag volt egy értékelhetetlen sorozata, hogy benragadt, csak letelt az 50 másodperc, azt mondták, hogy mennyi tovább futni, aztán később ő is helyreállt, de ott elképesztő a pszichéja Michelnek, egészen hihetetlen, és megedzette az, amin keresztül ment, és érdekes módon annak én is azt mondtam volna, hogy erdősitát kell indítani, hiszen négy versenyből hárman jobb volt, a VB-n dobogós volt, és az utolsó négy versenye kétszer lovaglás miatt nem sikerült Michelnek, de ezt nagyon jól látta a szövetség elnöke és az elnöksége, hogy a tét egy 18 éves, 19 éves lányra teljesen másként hat, mint egy olyan versenyző, aki már megismerte azt a légkört. Így van, és hát ez ugye az egész olimpia tulajdonképpen ilyen érzelmi betetőzése volt számukra, hogy az utolsó napon született egy magyar arany. Azon gondolok össze, hogy mennyire más artikulációja van annak, ha azt mondod, hogy öt aranyat nyertünk, meg ha hatot, mert egyébként egyetlen van közöttük, de az öt arany az ugye Peking óta a leggyengébb eredmény lett volna. A hattal pedig azt mondjuk, hogy tulajdonképpen ott őrizzük a helyünket a bővebben vett élmezőnyben, 14. helyen az éremtáblázaton. Azóta megszülettek persze a mindenféle, hogy mutassuk még nagyobbnak ezt, mondjuk hasonlítsuk a szomszédos országokéhoz, meg Közép-Európáéhoz, vagy a Tiszántúlhoz, nem tudom, minden leszűkítik, hogy ez még jobbnak tűnjön. Nincs rá szükség. Hogy értékelitek, hogy a magyar sport valójában
őrzi a helyét, mennyire kell megbecsülnünk azt, hogy egyáltalán ennyi van, vagy esetleg elmaradt valamiben a várakozástól összességében? Én azt gondolom, hogy rendben vagyunk ezzel az éremterméssel, mennyiséggel, minőséggel egyaránt. Azt látni kell, hogy minden sportágban fokozódik a konkurencia. Most már tényleg tehát látjuk a mi lányunkról, a Márton lányról, hogy egyszer csak jön valaki, és akire nem számítunk, de tényleg minden sportágban sűrűsödik az élmezőny. Tehát például a kínaiak tehát hihetetlen mértékben termelik az aranyakat, 30 évvel ezelőtt pedig jó, ha nyertek 3-at egy olimpián. És most már, és ehhez is kellett a saját rendezési olimpia, amire felturbozták még a vízilabda csapataikat is. Tehát én azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk, jó ez az éremtermés, jó a mi versenyzőinknek a szereplése, jónak értékelhető mindenképpen, de egyértelmű, hogy a jövőt illetően az utánpótlás nevelésre ezekben a kirakat sportágokban, amitől várjuk mindig azért az aranyakat előzetesen, és azt mondtam, hogy vívásban biztos, hogy nyerünk aranyat, kajakkenuban biztos, hogy nyerünk, ott nem jött, úszásban is biztam benne, hogy nyerünk, meg az öttusázokban is, és látjuk, hogy nem, tehát nem természetes, már nem evidens, hogy biztos, hogy lesz dobogónk, érmünk, meg főleg aranyunk, akár a kajakkenusoknál, akár másnál, hogy még egy kicsit tolni kell a szekeret, jobban, az utánpótlás nevelés tekintetében szerintem. Hát itt is van, igen. Ennek ellenére meglátjuk majd Los Angelesben, hogy tudtunk előrelépni valamennyit, hogy elmozduljunk el az 5-6-7 körüli arany, meg egyéb, ez a 14-15. Hát el lehet mozdulni, azért azt ne felejtjük el, hogy a 19 érmünkből 15-öt 3 sporták hozott, tehát összesen 4 olyan érmünk van, ami nem úszásban, kajakban vagy vívásban született, és a vívást azért úgy kevésbé emlegettük itt most ebben az adásban, de tény, hogy egy iszonyatosan tehetséges generáció van. Abszolút. Most, tehát ott szerintem hosszabb távon is számolhatunk. A többi sportágban viszont azért valóban nagyon-nagyon kellett örülnünk a jó helyezésnek is, és hát nyilván itt majd felmerül megint az, és már olvastam is, meg nyilván fognak is még írni, hogy például akár népesség, akár GDP arányosan a magyar sportra és közvetlen az élsportra költött állami pénzek és juttatások viszonylatában valójában mekkora a fejlődés és az előrelépés, akár mondjuk abban az utánpótlásban, ahol ugye azért milliárdokkal megtámogatott akadémiák termelik elvileg az utánpótlást. Érdekes ez, ott vagyunk az élvonalban, csak néha úgy érzem, hogy ez most már aránytalanul sokba került. Tehát vannak olyan országok, skandináv, nagyon gazdag országok, nem adnak az olimpia aranyért semmit. Én nem azt mondom, hogy sajnálom tőlük, de aki nyer egy olimpiát, hatan vannak négy esztendőnként belföldön, ők megérdemlik. Ez az életjáradik is az óriási könnyebbség. Erre mondta Buzánszki Jenő bácsi annak idején, egyszer az életedben óriásit kell csinálnod, az egyrészt eltart, majd másrészt pedig egy életen át beszélnek rólad. Itt az olimpia aranyérmesek kapcsán ez megvalósul, de az biztos, hogy ami még az olimpia számára hozadék, hogy a vízilabdát el kell felejtenünk abban a formában, hogy mi mekkora nagy hatalom vagyunk. Tehát nyertünk Fukuokában, aztán ott a legutóbbi világversenyen kikaptunk a franciáktól, a négy közéjutásért 5-8. Helyet viaspottunk. Ezúttal is azért ez a csapat nem volt kiugró, tehát a játék a női vízilabdát nem figyelem oly súllyal, mint a férfiakat. Nyilván ott vagyunk az élmezőnyben, de az, hogy mi egészen biztosan a legnagyobb nemzet vagyunk. Az utóbbi 3 olimpiát megnyerték a szerbek, úgyhogy a legutóbbi 4 évben semmilyen világversenyt nem tudtak nyerni, csak ők valamit tudnak, amit mi régen tudtunk, de most hát talán előtte, már nem. Előtte mi nyertünk zsinórba 3-at, állítólag most megint van egyébként nagyon tehetséges utánpótlás generáció. Nyilván valóban most már lejár az adásidőnk. Nem beszéltünk arról, hogy egyébként nagyon nagy dolog volt, hogy kint volt ugye kézilabdában női-férfi csapatunk, vízilabdában női-férfi csapatunk, nagyon régen volt ennyire teljes olimpiánk. Talán a női kézisek azok, akik igazán közel jártak ahhoz, hogy mehessenek az éremért, hiszen egy rendes játékidő utolsó másodpercében kapott gól miatt nem verték meg ugye a svédeket. De ott is felmerül valóban ezekben a sportágokban is, hogy például a rászánt és az utánpótlásra rászánt óriási pénzek mellett jönnek-e fel elég tehetséges játékosok, lesznek-e a következő versenyeken is esélyeink. Hát meglátjuk, mindenesetre köszönöm, hogy beszélgettünk erről, nyilván rengeteg mindenről lehetne még az olimpia kapcsán, meg nem az olimpia kapcsán is, mert hát közben elkezdődött azért itt a szezon, úgyhogy amikor majd jön a következő kezdőkör, terveim és reményeim szerint augusztus végén, akkor már majd elkezdünk megint nagyon optimistán vagy nagyon pessimistán beszélni a Vidiről, meg a többi fehérvári csapatról.
addig pedig kicsit még akkor kipihenjük az olimpia fáradalmait. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a figyelmet is köszönöm, viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.